Kalányos Ottó római katolikus pap, Csíkbánk falván nőtt fel. 3 évesen vették örökbe nevelőszülei, akiknek korábban 11 gyermekük született, ám közülük csak 7 érték meg a felnőtt kort. Cigány családban születtem, csak édesanyám ott hagyott a kórházba, de ilyenkor talán azt kell felismerni, hogy milyen új lehetőséget kaptam ezáltal a Jóistentől. Mert hogyha ott maradtam volna, lehet, hogy most nem tanulnék, lehet, hogy most nem lenne az az életállapotom, amiben most vagyok. És akkor ezért szoktam így elmondani a fiatal társaimnak, barátaimnak, akik szintén nevelőszülőknél vannak, vagy gyerekotthonban, hogy adj hálát a Jóistennek, hogy itt vagy, és ilyen helyzetben vagy, mert ez a szép, és ez egy új lehetőséget ad számomra. A Jóistennek a gondviselése volt, és szerintem az akarata is, mert olyan családhoz kerülhettem ezáltal, akik szeretetet adtak. És ez tudott engem előre vinni, az ők szeretetük. Úgyhogy ezért vagyok hálás. A szerény anyagi körülmények között élő családban Ottót mindig tanulásra bíztatták. Csíkbánk falván, majd a Gyimes Felső Loki Szent Erzsébet Liceumban tanult. 11-es voltam, amikor úgy eldöntöttem, hogy komolyan akarom vállalni azt, ami a papsággal jár. Tehát akarok pap lenni. Habár a középiskolai évek alatt ugye Berszán atyánál voltam, és ott megtanított, vagy megtanultam azt, hogy mit jelent elmélyíteni a vallást, mit jelent Krisztushoz közelebb kerülni, és így ilyen formába akartam én is ugye pap lenni, és láttam már egy példát, tehát láttam azt, hogy Berszán atya is hogyan nyilvánul meg felénk, a fiatalok felé, a diákok felé, és egyre jobban elmélyült bennem az, ami már kiskorom óta megfogalmazott, hogy pap lehessek. Persze, hogy nehéz volt az út, főleg tanulmányi szempontból, mert ugyan ezt is már sokan tudják, hogy nem nagyon voltam jó tanuló, sőt, nagyon gyenge tanuló voltam. És talán a Jóisten ezáltal is meg akartam mutatni, főleg azoknak a fiataloknak, vagy azon fiatalok számára, akikben van egy mély vágy, de nem mernek lépni azért, mert talán gyengén tanulnak. Úgy gondolom, hogy a Jóisten ezért választott ki, hogy mutassa meg azt, hogy ebből a gyengeségből fel lehet ugye kelni, lábra lehet állni, és előre lehet indulni. Így az érettségimnél is azt kaptam, amit tanultam, tehát ebbe így tényleg láttam a gondviselést. És utána már nem volt kérdés az, hogy irány Gyulafehérvár. Ottót 2020-ban a gyulafehérvári székesegyházban Kovács Gergely érsek szentelte pappá, és akkor kapta kinevezését is. A Csíkszent királyi plébánia segédlelkészévei és az alcsiki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkészévé nevezlek ki. Új megbízatás, nem lesz könnyű, de képes vagy rá, és nem foglak magadra hagyni. Jó munkát. Az érsek döntését az alcsiki plébánosok és az önkormányzati előjárók is örömmel fogadták. A cigány népi hagyományhoz hozzátartozik ugye a kultúrához az ének, a tánc, a zene. Az, ami az őseinknek a zenéje, és ezt kell mi tovább vigyük. Ottó már szabadéven Őrkön is dolgozott cigánypasztorációban. Az elmúlt hónapokban felvette a kapcsolatot a vajdákkal, próbálkozik közösségi programok indításával. Fiataloknak, gyermekeknek tervez oktatási és kulturális programokat, amelyekbe szívesen vonna be roma önkénteseket is. Ugyanakkor rendszeresen látogatja a cigánytelepeket is. Nincs megkeresztelve, hogy még nincs. Ez van! Szia, Milánka! Csókolom! Szia, Sugar Piano!
te hány éves vagy? Jó, 9. Te jársz iskolába? Igen. Igen. És most te hány éves? És te első áldozó, nem kellene? Hát most lépett belé a harmadik osztály. Jaj, most lépett belé. Felmérjük, hogy kinek mire van szüksége. És ezt inkább szentségi szempontból nézzük. De ugyanakkor természetesen szociális szempontból is, ugye? Feladat van bőven. A felmérések szerint például Csíkszent Simonban 40, Csíkszent Györgyön 10, Csíkszent Királyon mintegy 20 családban igénylik a gyermekek keresztelését. Ottó Csíkszent királyi segédlelkész is. A 2500 lélekszámú település lakosságának 92%-a magyar, és nagy többsége római katolikus. A cigánypasztorációval nem az a cél, hogy a cigány közösséget integráljuk, hanem az elsőleges szempont az, hogy a cigány közösséget ott, ahol vannak, lelkiekben gazdagítsuk, próbáljuk oda elvinni az evangélium örömhírét, és ott, ahol élnek, foglalkozzunk velük. A saját közegükben tapasztalják meg az evangéliumnak az örömeit, az élményét, a lelkéletnek a telítettségét. Ez lenne az igazi kihívás, és ebben tudnánk mérni az igazi valódi eredményt, hogy nem adunk nekik valami csomagot, vagy éppenséggel valami ajándékot, hanem pusztán maga a tényért, hogy ott van egy cigánypap közöttük, aki szeretne velük foglalkozni. Örömmel csinálom, és pozitívan állok hozzá. És azt látom, hogy a cigány testvéreknek is a szeme felcsillant. Tehát felcsillant a szemük, hogy nincsenek elfelejtve. Hogy van egy atya, van egy pap, aki a mi papunk, ahogy ők szokták mondani, hogy na akkor most már nekünk is van egy papunk, ő a mű papunk. És én ennek örvendek a legjobban. Azt látom a jövőre nézve, hogy ezek közül a cigány testvérek közül nagyon sokan lesznek, akik ugyanúgy, ahogy én adok nekük, az én adottságomból, tehetségem szerint, ők is fognak adni. És ezt látom, hogy a vallásosságuk, a kereszténységük által, amit majd fognak gyakorolni, vagy amit már gyakorolnak, azáltal nagyon sok magyar embert meg fognak érinteni, lelkileg főleg.